Hello mindenki! Ha ide kattintottatok, akkor talán érdekel benneteket a képszerkesztés világa, bár az is lehet, hogy csak eltévedtetek, minden esetre ne szaladjatok el, ne kattintsatok máshová, hiszen itt vagyunk a Photoshopban, és mindjárt megtanuljuk, hogy hogyan lehet viszonylag gyorsan összefüggő, egyöntetű területeket kijelölni. Akár valami kisebb fajta módosításra, ha például egy kicsit sötétíteni szeretnék ezen az égbolton. Úgyhogy, ha érdekel ez benneteket, akkor a következő néhány percben tartsatok velem. Ha egy gyors kijelölésre van szükségünk, és mint ennél a képnél is, a kijelölendő területünk, ha nem is teljesen, de nagyjából egyöntetű és egyszínű, akkor nagyon jó módszer rá a Select, és ezen belül pedig a Similar parancs. Na most ez nekem még nem aktív, de mindjárt az lesz. Itt van nekünk ez a fényképünk, és azon ez az egünk, amit ki szeretnénk jelölni, és ahogy látszik, a világosabb, zöldesebb kékből megy át a mélyebb, sötétebb kékbe az ég, tehát nem teljesen egyforma, úgyhogy ha például a Magic Wand Tool-t, vagyis ezt a varázspálcát használom, akkor ugye jó párszor így rá kell kattintgatni, és nagyjából kijelöli. Másik megoldás, hogy egy egyszerű négyzetes kijelölő eszközt veszek, és azt mondom neki, hogy innentől idáig, amilyen fajta szint találsz, tehát ezt az egész átmenetet, vagy akár még mondhatom neki azt is, hogy Shift gomb, és adok neki többféle színmintát is, ezt is, ezt is, ezt is, ezt is. És ilyenkor a Select-nél a Similar már aktív, ami annyit ad parancsba a szoftvernek, hogy jelölt ki a kijelölt területekhez hasonló színű egyéb területeket is a képen, tehát ha rákattintok, akkor így jóformán az egész egem átmenetestül ki van jelölve. Ennyi az egész, a finomításához természetesen még egy Refine Edge-re is szükség lesz, és például egy nagyobb, ezúttal egy nagyobb ecsetre, és én itt még kicsit átfestegetem, hogy finomítgasson rajta a szoftver. Így valahogy egy kis kontraszt. Mondjuk, hogy kész, és kijelöli a teljes területet, azután pedig azt kezdünk vele, amit akarunk, ezúttal mondjuk az Image Adjustments-nél, állítsuk át a színezetét egy mélyebb kékre. És ha bárhová kattintok a képen, vagy a képen kívül, akkor eltűnik a kijelölésünk, és készen vagyunk a fotó, valami ilyen volt, ilyen lett. Hát ezzel egy picit még el lehetett volna tökölni, de a lényeg, megismerkedtünk a Select Similar parancsal, amivel nagyon gyorsan egyszínű vagy egyszínhez közeli összefüggő területeket lehet kijelölni. Úgyhogy aki itt volt és megtekintett, annak nagyon szépen köszönöm az idejét és a türelmét, és ha esetleg még nem tettétek meg, és tetszett nektek ez a videó, szeretnétek még többet, akkor nyugodtan feliratkozhattok. Sziasztok!